üdvözlök mindenkit, én Ember Norbi vagyok, ez pedig az Oldalvonal legújabb része innen Székesfehérváron, és hosszú idő után újra videóton vlog érkezik a nemzetközi szintéről, hiszen a Vidi újra tét mérkőzést játszhat nemzetközi szintéren, és a mai napon az ellenfel a fehérvári csapatnak a Sumkait lesz majd Azerbajdzsánból. Ugye az első mérkőzés eléggé nehéz körülmények között volt, és hát a Vidinek eléggé körülményes volt az utazása is, és minden más egyéb zavaró tényező is fellépett, de a Vidi ennek ellenére győzelemmel tudott hazajönni, és 2-1-es előnyből várja a mai mérkőzést, ami mindenképpen a videótól mellett szólhat, az egyértelműen a hazai pálya előnye, hogy nem kellett utazni, és hogy nyugodtan tudta készülni a játékosok erre a mérkőzésre. Ugye emellett a hétvégén egyébként a Vidi a Kecskemét ellen egy 0-0-ás döntetlent játszott a bajnokságban, tehát azért mondhatjuk úgy, nincsenek rossz előjelek. Pető Tamással még nem szenvedett vereséget a csapat az idei szezonban, reméljük, hogy ezt a sorozatot tudja nyújtani a mai napon, hiszen ha ez sikerül, akkor a Vidi ott van a következő körben, ami egyértelműen nagy siker lenne jelenleg azt gondolom a fehérvári labdarúgásnak és a magyar focinak is, hiszen benne van az a pakliban, hogy a harmadik körben minden magyar csapat talpó legyen még, ami őszinte leszek veletek, nagy örömre adna okot, mint magyar futball szerető ember. Ami ennél is fontosabb, hogy a mai mérkőzésen több változás is lesz majd a kezdő csapatban, például Melnyik szűrőben fog majd játszani, és az ő helyén szereplő, vagy korábban szereplő Csongvai hátra kerül középső védőbe, hiszen Spandler a hétvégi mérkőzésen megsérült és agyrázkodást szenvedett, így ő ma nem áll rendelkezésre. Ezen felül ugye a jobb védő posztjában majd Husztit láthatjuk, illetve a csatárposzton is van változás, hiszen Kovács Patrik 16 évesen debütál úgymond a Videóton kezdő csapatában, hiszen korábban még nem volt kezdő tétmérkőzésen, és ugye Stefanelli lesz a másik ék. Emellett a középpályán láthatjuk majd még például Christensent, illetve Katonát, úgyhogy eléggé jól néz ki azért ez a mai Videóton. Eléggé kérdéses az, hogy az első gólt ki és mikor tudja szerezni. Ha a Vidi rugná, azért mindenképpen nagy löketlen a továbbjutás szempontjából. De ha ne adja Isten, mégis az azeriek lövik, akkor bármi is lehet, akkor egy nagyon kiélezett párharc jöhet ki ebből. Én azt hiszem, hogy azért egy nagyon nehéz mérkőzés vár ma a Vidire. Nem szabad lenézni ezt az ellenfelet, hiba lenne. Viszont azért azt gondolom, hogy a mutatott játékkép az elmúlt időszakban azért talán egy picit bizakodásra ad okot, úgyhogy én bízom benne, hogy sikerül ma a továbbjutást kiharcolni. Ami az azeri csapatot illeti, hát őnáluk még nem kezdődött el a bajnokság, úgyhogy egész hétig tudtak készülni erre a mérkőzésre, és már egyébként hétfőn megérkeztek ide Magyarországra. Tegnap ugye meg is tartották a sajtótájékoztatót, az edzést, az edzők bízik a továbbjutásban, nyilván hát mi is bízunk benne, de azért kicsit érződik az, hogy ők tudják, hogy a mai napon majd kockáztatni kell, így ha sokáig döntetlen az állás, hogy nem áll jól nekik a meccs, elképzelhető, hogy eléggé támadó szekciót fognak fölvinni, váltani fognak támadásokra, és ezzel eléggé kinyílhatnak, ami a Vidinek viszont egy nagy esély lehet, hogy kontrákból akár gólokat szerezzen és eldöntse a mérkőzést, a továbbjutás kérdését. A hangulat milyen lesz? Remélem, hogy jó lesz. Az RBD most lesz először ugye itt hazai pályán. Remélhetőleg egy 5-6 ezer néző azért kín lesz. Én örülnék neki, hogy minél többen lennénk. A jegyárak eléggé barátiak, az időjárás tökéletes, igazi futballidő van. Minden adott ahhoz, hogy a Vidi továbbjusson ma. Én remélem, hogy sikerülni fog. Jó lenne, hogyha ebben az évben is akár el tudnánk jutni olyan végletekig, mint 2 évvel ezelőtt, amikor is ugye egy Erste FC Kölnnel is tudtunk játszani. Így az idő szépsége azért megszépítette azt a találkozót is, függetlenül, hogy például itt hazai pályán vereség lett a vége. De hát ez nyilván, ez így mondjuk úgy egy krónika volt. Egyébként, ha azt nem láttatok azt a vlogot, ide föntre van, még sorba ki fogom tenni. Nézzétek majd, megcsekkoljátok le. Extra volt a hangulat. És egyébként kirakom majd mondjuk most a kinti meccset is, mind a kettőt meg tudjátok majd nézni. Remélem tetszenek azok a tartalmak is. Szóval van még egy bő 40 perc a kezdőrugásig. Minden esélye megvan a Vidinek ahhoz, hogy meglegyen ma a győzelem. Bízom benne, hogy sikerülni fog. De mielőtt indul a tartalom és minden más, ha nem tetted meg, iratkozz fel az oldalon a YouTube csatornájára, nyomj egy lájkot a videóra, és kommentelj lent a komment szekcióba, és mindezekkel meg vagy, ne felejtsd el megosztani a videót, hogy minél több emberhez eljuthasson, hogy igenis menő dolog magyar mérkőzésekre járni, magyar csapatok mérkőzésére járni. Ezen felül kövess be a közösségi médiás felületeken, várlak a TikTokon és az Instagramon, ahol személyes profilomon az Ember Norbin tudsz majd elérni. Mind a két felületen érdekesebb tartalmak is érkeznek, és természetesen a TikTokon hétfőn esténként 20:30-tól magyar focis kibeszélő is van, itt is várlak sok-sok szeretettel. Ezen felül van Discordunk, várunk a Discordon, meghívó link lent a leírásban. Gyertek, csatlakozzatok, legyünk ott is minél többen, hiszen egy nagyszerű közösséget alkotunk, várjuk az új tagokat, és ha szeretnéd támogatni az oldalon a működését és fejlődését, erre lesz majd lehetőséged a PayPalon, melynek linkjét megtalálod lent a leírásban, a Revoluton szintén lent a leírásban ott lesz a link, valamint a szuperköszönet segítségével, melyet a like-on mellett majd jobbra találsz meg bármely támogatást. Előre is köszönök szépen, hogy minél több minőségi videó készülhessen majd ide, az oldalon a YouTube csatornájára. Úgyhogy nincs más hátra, irány a stadion, reméljük nagyszerű hangulatban, Videóton győzelem, jó lenne ott lenni a következő körben, és remélem minden magyar csapatot lesz a következő körben. Úgyhogy hajrá Videóton, hajrá magyar foci, gyere tartsatok velem, szurkoljuk ki együtt a Videóton továbbjutását a mai napon, így szóltól!
6-ossal Sziksz Bugár Misztafájt. 7-essel Szemben Rozanó Lányai. 8-ossal Magyar Szabály Lányalázat. 9-essel Magyar Nikolán Bújnács. 10-essel Magyar Kárnyal Sámkod. 11-essel Magyar Fernanda Megyeres. 17-essel Magyar Nyári Lányalát. 19-essel Kárnyal Bújnál Kehát. 23-assal Tönösszégi Jaladjak Kezelet. Érkeznek a csapatok a Sóstói Stadion gyepére, az új piros-kék szerelésében, kék nadrágban, piros sportszárban a videóton, még hófehérben pedig a vendég, Szunkai! És elkezdődött a mérkőzés itt Székesfehéren a Sóstói Stadionban, ahol ti is láthatjátok teljes fehérben az RVD. Ez volt a mai dresscode, nagyon jó hangulat van, és a Vidi már is egy magas, nagy bedobással következik. Nézzük is, hogy mi lesz ebből a bedobásból. Jól láttam, talán Huszti fogja bedobni. A kezdő, hogy ti is láthatjátok, elég érdekes, két csatár van, ugye Kovács Patrik, illetve Stefan Eli, illetve kicsit hátrébe húzva. Jön a bedobás Husztitól, szárba kapu elé, ott egy fejes lepere, Katona elesve mellé. Szöglet. Úgyhogy már is lehetőség lehet a Vidinek egy pontrugásból, reméljük, hogy sikerül minél előbb megvinni az első gólt, sokat segíteni a tajvítás szempontjából, reméljük, hogy mielőbb jön a magyar gól. Hogy nincs más hátra, jöjjön a mérkőzés innen Sóstóról, hajrá Videóton, hajrá magyar foci, és bízunk benne, hogy ma pozitívan megyünk haza, mert a Vidi ott lesz a harmadik körben, nagyon bízom benne, szurkoljuk ki együtt, úgyhogy hajrá Videóton. Stefan Eli szögete jön be, gól. Ott a labda mellé. Lehetőség jobb a Bedi lövés. Hát azért egy pár azért is urkoló is eljött erre a mai meccsre, hogy látjátok. Nem tudom, mennyien lehet, hogy itt rágja is egy ilyen 30-35-en. Itt nem is lőnek egy páron.
vezették, lesz gyanús, de Balázs így is véd, bravo! A mérkőzés 27. percében járunk, az állás 0-0, de a Vidi jobban játszik, mint az Azeri ellenfele, több lehetősége is volt már a Videótonnak, 4 vagy 5 szögletet is rugott már a Vidi, de egyelőre igazán nagy védése talán egy volt az Azeri kapusnak, most lehet, hogy van kibontakozóban, de elveszti a Vidi sajnos. Szóval jobban játszik a Vidi, egy veszélyesebb keresztlabda volt itt az Azeriektől, de összességében nem tudnak nagyon a félpályán sem átjönni, egyelőre a Vidi sokkal jobban játszik, na most pont átjöttek ennek örömére, ahogy kimondtam. A bal széle Husztival van egy 1-1, amit meg tudnak oldani az Azeriek, és mélységben elindítják a labdát, Bedinek kell levédekeznie, és nincs meg egyelőre a labda. Kifele szabadrugás, nagy szerencsére meg. Ha ezt más ítél a bírók, 11-es. Szóval 0-0, 28. perc, a Vidi jobban játszik, a hangulat nagyszerű. Abszolút első hazai meccs, szerintem egy ilyen ellenfél ellen ez nagyon jó, rendben van. Szerintem ilyen 6000 körül lesz ez a nézőszám, majd kiderül, mikor hivatalosan is megtudjuk. De a Vidi közelebb áll a gólhoz, a realitás nézve azért jobb csapat a Vidi, hogyha ezt a mai meccset nézem egyelőre. Bízunk benne, az eredményben is ez majd ki fog jönni. Úgyhogy jön az első fél, a második fele innen Sóstóról, bízunk benne, hogy Videóton gólokat látunk a mai napon, és Vidi továbbjutást. A magyar focinak mindenképpen szüksége lenne rá, úgyhogy jön az első fél, a második fele, hajrá Videóton, és hajrá magyar foci! Ellene, de Bedini, hogy bocs, katona nincs, bocs, katona, jön be a labda, ott van, megfogja az a riportás. Vége az első félidőnek. Videótól Szunkai 45 perc játék után Vidi fölénnyel 0-0. Hát reméljük, hogy a második félidőben jönnek a gólok is. Jobban játszik a Vidi. Több lehetősége van a Vidinek, de egyelőre nincsen meg a vezető találat. Izgalmas második félidő vár rá. Egyébként az első félidő, és már a második is elkezdődött itt Székesfehérváron a Sóstói stadionban. Az állás továbbra is 0-0, a Videóton jobban játszik, az igazsághoz hozzátartozik, több lehetősége van a Vidinek, direktebb focit játszik a Vidi, ellenben az Azeriek egy kicsit vissza voltak állva, magukra húzták a fejvári csapatot, és a félidő vége felé kezdtek egy kicsit aktívabbak lenni, följebb tolni a letámadásukat. Egyelőre nem voltak nagyon veszélyesek, a Vidi inkább, viszont gól nincsen, 0-0 van, és ennek lett is csere a félidőben az eredménye, hiszen Nicola Stefanelli lejött a pályáról, helyre pedig érkezett Pető Milán, valamint lejött a pályáról, ha jól láttam, Kovács Patrik, és helyére pedig érkezett Nehez Gradisor, ez a két csere volt a félidőben. A Vidi próbálja ezt a mérkőzést megnyerni, a cserék is ezt mutatják, nem játszik rosszul a Vidi, más lehetőség itt a szélen, megkapja a labdát, ha jól látom, Pető Milán a frissen beállt, Pető Milán jó a cseh, be tud benne 16-on belül, ellökik! Hátulról ötik és nem fűszent a játékvezető mellett tovább. Egyébként a bíróra fontos megemlíteni, hogy érdekes, mert a Sőn ugyanazt csinálta, mint a Petővel szembe, és ezt meg lefújja. Szóval a lényegre visszatérve a játékvezető kicsit engedi a határozott, keményebb játékot. Nagyon kevés falt volt a mérkőzésen, egy sárga van az Azerieknél. Hát bízunk benne, hogy a második fél időben azért a Vidi meglövi a gólt, és akkor az Azeriek bestresszelnek, idegesebbek lesznek, és akkor hát, ha sikerül megrúgni a második gólt, nagyon kell ez a továbbjutás, nem csak a Vidinek, hanem a magyar klubfocinak is bízunk benne, hogy következik hamarosan a Vidi gólja, és reméljük, hogy a Vidi tovább tud jutni ebből a párosításból. Úgyhogy nincs már sátra, jön a második fél idő innen Sóstóról, bízunk benne, hogy meg lesz ez a nagyon-nagyon fontos siker. Én örülnék neki, a hangulat egyébként remek, nagyszerű a szurkolók az RVD részéről, ahogy ti is láthattátok, és még fogjátok is látni. Úgyhogy nincs más hátra, második fél idő innen Sóstóról. Hajrá Videóton, és hajrá magyar foci! Adás, hosszú, de ott van, Tóth Balázs! Bravo, Bazsi! Christensen indul el, Christensen, tart! Veszélyes szabadrugás, Christensen, neki fut, ellövi! Felső léc!
pályáról Katona Mátyás, és a helyére pedig Kovács Mátyás érkezik az MTK-Kocsi játékosa. De nem tudja jól átvenni Szabikó, Krisztenzennek megvan, Krisztenzen lövés mellé! Vidi szöglet jön be a labda közben, ó, és maga biztos jön az Azeri kapus. Lépe mögé a társ segíteni, jön be a labda. Ott egy fejes fölé. Az utolsó bő negyed órában vagyunk már, hamarosan ráfordulunk, így a pontos. És mindig 0-0 a videóton Szumkáit mérkőzés. A Vidi jobban játszik, mint mindig, bár egyre több lehetőség van az Azeri csapatnak. Tóth Balázsnak már volt egy nagy bravúrja ebben a félidőben, és hát az is fontos, hogy a Vidi azért próbált cserékkel frissíteni, föl van már a pályán Kovács Mátyás, érkezett a pályára Larsen, jött, ugye korábban is mondtam, érkezett ugye Stefanelli és Kovács Patrik helyett is, ugye Grádisár és Pető. A Vidi is azért veszélyes, benne van, hogy aki rúg volt, az azért az közelebb lett, hogy a rendes játékidőt megnyerje. Ha Vidi rúgja, akkor továbbítás is meg lehet. De kiélezett meccs, benne van az, hogy az Azeriek találnak egy gólt, bár őszinte leszek, nem igazán érdemelnék meg. Jobb a Vidi azért ezen a mérkőzésen. Most egy lehetőségük van, a félpálya közepén vannak, és elindulnak szélre, próbálnak forgatni. És a jobb oldal nagyon üres, az Sönnek az oldala. Sönnek most le kéne védekeznie valahogyan. Sön, nála van az ember, egy az egy van, visszateszik középre. Igen, ne hátnál van a labda, egyre veszélyesebb ez a helyzet így. Fernando kilép Krisztensen zavarni, jön a beívelés, ott egy fejes fölé. Szóval eléggé meleg, őszinte leszek veletek, benne van itt az, hogy az Azeriek találnak egy gólt, remélem nem fognak, és a Vidi rúgja a gólt, és megvagyunk. Izgalmas utolsó bőnegyed óra vár ránk, hogy nincs más hátra, jön az utolsó bőnegyed óra innen Sóstóról, reméljük a videóton továbbjutással, és videóton győzelemben reméljük, hogy találunk legalább egy gólt. Hogy nincs más hátra, hajrá videóton, és hajrá magyar foci. Jöjjön az a második fél idő, második fele. Innen Székesfehérváról. Kovács Mátyás szerzi meg a labdát, sikerült utolérni a Kovács Mátyás. Itt választ, Tétnek mellé, Krisztenzen választ a Krisztenzen lövés, kapusvédés. Óriási bravúra az Azeri kapustól a rövidre. Jól vetett labda mélyesére Kovács, Krisztenzen. Bedihez, jó a labdája, Gradisár, 16-oson belül, küllőve belőbölnék, Krisztenzennének ott van, Krisztenzen lövés, mellé. Az ötödik felét is kihasználja a Vidi. Lejön a pályáról Tobias Krisztenzen, ez egy meglepő csere, legalábbis nekem. És helyette érkezik a pályára a 30-as Inger Gergő. Hát eléggé komoly baj van. Előbb pont volt egy csere, bejött Ominger egyébként Krisztenzen helyett. És 15 másodperccel később körülbelül Ominger súlyos sérülést szenvedett, fenn vannak már az orvosi stáb tagjai. A videótónak az utolsó bő 10 percet 10 emberrel kell lejátszania, mert nincs több csere lehetősége Pető Tamásnak. Az összes cseréje elment, és így, ha ne adj Isten gótnak az Azeriek, akkor lesz egy csere a hosszabbítására, de így nincsen jelenleg, és Omingert úgy próbálják összeszedni, úgyhogy ő neki valószínűleg a meccs vérkőzés véget ért, viszont így elcserélte magát a Vidi, és most óriási baj lehet ebből. Hát reméljük nem lesz, de eddig háromszor annyit rúgott kapura a videótól, jobban is játszott a Vidi, még sincs gól. Omingert hordágyon viszik le, neki szól a taps, úgyhogy a Vidinek nagyon nehéz 10 perc jön. Úgyhogy reméljük valahogy sikerül megoldani. Ezt a meccset meg kellett volna nyerni már, mert jobban játszottunk, viszont most egy rossz csere miatt úgymond. Persze sors akarta valahogy így, nagyon nagy bajba kerültünk, 10 emberrel kell ezt a mérkőzést megoldanunk. Óriási munka lesz, reméljük, hogy sikerül, úgyhogy hajrá videóton, hajrá magyar foci, jön az utolsó bő 10 perc innen Sóstóról. Távoli lövés, levágódik. Megvan a Vidinek, Bedi elindulhat. Ebből talán egy kontrát lehetne vezetni, nem lehet, alárignak. Szárgalak. Bocsánat, Pető. Megvan a labda, Grádisár elindulhat. Kontra lehetősége van. Grádisár elindul, Grádisár mellett a Pető. Grádisár le tudja tenni. Hosszú. A játékvezető 6 perc hosszabbítást mutat fel a svéd játékvezető. Mustafa Jernél van alapda a lövés fölé. A negyedik percen is túl vagyunk már. Jön be a labda, ott a labda, elmegy. De nagy szerencsés. Visszatett labda,
belöbbölt labda, Tóth Bazsi! Talán a legfontosabb labdafogása a mérkőzésen Balázsnak. Véget vett a svéd játékvezető a mérkőzésnek. 0-0-ás győzelem, mondhatnánk így is, hiszen ezzel a 0-0-ával a videóton ott van a következő harmadik körben, ahol az Omonia Nikóziával, vagy pedig a Torpedo Kutaisival találkozik a jövő héten az Európa Konferencia Ligában. Szép volt, fiú! Videóton, Szunkai, 0-0! A mérkőzés itt a mögöttem is látható Sóstai stadionban, ahol a videóton egy győzelemmel felérő döntetlen tért el, és a fejvári csapat ezzel a gólgazdag 0-0-val ott van a következő körben. Hát igen, lehetett volna akár gólgazdag győzelem is, hiszen rengeteg helyzetet hagyott ki ma a Vidi. Hát sajnos elől mintha kicsit hiányozna a minőség, és úgy éreztem az első félidőben, és például rengeteg labda elpattant például Stefanellitől, ami azért hát nem megszokott tőle. De bízunk benne, hogy a hétvégén azért kicsit élesebb lesz a támadó egység, és hát ettől függetlenül azért Vidinek voltak lehetőségei, Krisztensennek volt egy bomba kapufája szabadrugásból, szóval azért a Vidi dolgozott azon, hogy megnyeresse ezt a mérkőzést, ám sajnos nem sikerült ma győzni a fejvári csapatnak, viszont ez a 0-0 győzelemmel ért fel, hiszen a Vidi ott van a következő körben, és az Omonia Nikózia Torpedo Kutaisi győztesével fog találkozni, és jövő héten idegenben utazhat majd a fejvári csapat, és ha minden igaz, a visszavágott pedig majd ugyanígy szerdán, viszont akkor este 6 órakor fogják majd játszani itt Székesfehérváron, hiszen aznap lesz az UEFA Super Kupa, és emiatt nem lehetnek későbbi kezdéssel meccsek, ha minden igaz, de ezt majd meglátjuk. Ami viszont fontos, hogy Ominger Gergely csereként beállva 15-20 másodperccel azután, hogy pályára lépett, súlyos sérülés szenvedett, egy lövőcsere ment el, és hát így elsőre nézve nagyon-nagyon súlyos a sérülése, hordágyolva mentők vitték le, én mielőbbi jobbulást kívánott neki, bár sejtéseim szerint azért ő hónapokra kidőlt, nem hiszem, hogy sokáig tudnak rá számítani így a közeljövőben, tehát ez eléggé rosszul néz ki, már is egy ember mínusz a kispadról, illetve a keretből, ezt mindenképpen pótolni kell, illetve olyan hírek jelentek meg a mai napon, hogy Szabolcs távozik Angliába a Bolton Wanderershez. Hát meglátjuk, hogy ez igaz lesz-e, a jövő hétre valószínűleg ki fog derülni, hogy ez tényleg igaz az a pletyka. Amennyiben igen, akkor viszont Balbeket is sürgősen igazolni kell, és már is két olyan poszt, ami azonnal megoldandó feladat a videóton vezetőségének ezeket a posztokat, pótolja Csatár és Balbek, és hát középpályán is azért kicsit azért így elfogytunk, hogy az Ominger megsérült, úgyhogy azért sok mindenen kell dolgoznia a videóton átigazolási csapatának ahhoz, hogy minél jobban meg tudjuk erősíteni a csapatot, és hát kellene is az Omonia, vagy akár a Kutaisi, már valószínűleg egy kicsit komolyabb erőpróba lesz, mint ez a Szunkai itt volt, nem megbántva őket, de azt gondolom, hogy azok a csapatok a következő körben már azért minőségebbet, nagyobb minőséget fognak képviselni, persze meglátjuk, hogy ki ellen fog játszani a Vidi, meg persze a Vidinek is minőséget kell képviselni ahhoz, hogy továbbíthasson esetleg a playoff körbe, de ennyire ne szaladjunk előre. Egy, ami biztos, hogy a videóton ott van a harmadik körben, és ezzel javította azt a szezont, amikor kiesett a Vaduz ellen, így a koeficiens pontja a videótonnak a következő szezonra már növekedni fognak, ami mindenképpen pozitívum. Bízunk benne, hogy a következő évben is ott leszünk majd a nemzetköziben, én bízom benne, hogy sikerülni fog. Ami nagyon fontos még a mérkőzéssel kapcsolatban, fantasztikus volt a hangulat, nagyon jó hangulat volt. Hivatalos nézőszám nem jött, de így hogy körbenéztem és néztem a stadion, ez azért 5000 körüli feletti nézőszám lesz, jól nézett ki. Reményeim szerint, majd meglátjuk a hivatalos adatokat, és ami még ennél is fontosabb az, hogy az RBD végén nagyszerűen szurkolt, a lelátó, az oldalelátó is sokszor becsatlakozott, és a végén egy emberként bíztatta mindenki a csapatot, hogy Ominger sérülése után 10 emberre megtartsa a 0-0-át, és volt is kontra lehetősége a Vidinek, ám sajnos Gradisárhoz szintott a Petőt, és ebből nem lett gól. Úgyhogy egy kicsit ilyen felemás érzéseim vannak a meccs után, örülök hogy a következő körben, viszont nem örülök a sok kihagyott lehetőségnek, reméljük, hogy legközelebb ezek gólok lesznek, de a pozitívum megvan, és ott vagyunk a harmadik körben. Úgyhogy ennyi lett volna a mai vlog innen, Székesfehérvárról, a Sóstai stadiontól, bízom benne, hogy találkozunk legközelebb.
Addig is nem tettétek meg, iratkozzatok majd föl az oldalon a YouTube csatornájára, nyomtok egy lájkot a videóra, és kommenteljetek lent a komment szekcióba, és mindezekkel megvagytok, osztatok is meg a videót, ha van rá lehetőségetek, hogy minél több emberhez eljuthasson, hogy milyen jó magyar mérkőzésekre járni, akár nemzetközi szintéren is. Kövessetek be a közösségi médiás felületeken, várlak benneteket a TikTokon, valamint az Instagramon, ahol személyes profilom az ember Norbin fogtok tudni majd elérni, illetve a TikTokon minden hétfőn 20-30-tól focis kibeszélőben várlak benneteket sok-sok szeretettel, úgyhogy ezért is érdemes bekövetni a közösségi felületeken, kövessetek hát be, ha van rá lehetőségetek, valamint ha szeretnéd támogatni az oldalon a működését és fejlődését, ezt meg tudod majd tenni a PayPalon, melynek linkjét a leírásban megtalálod, tudsz támogatni a Revoluton, szintén a leírásban megtalálod a linket, valamint tudsz támogatni a szuperköszönet segítségemet a live-on mellett jobbra találsz meg, bármely támogatás pedig előre is köszönök szépen, hogy minél több minőségi tartom készülhessen a jövőben ide az oldalon a YouTube csatornájára. És ha van Discordod, várunk sok szeretettel az oldalon a Discord szerverén, meghívó link a leírásban szintén lent, úgyhogy gyere csatlakozz, legyünk minél többen. Mindenféle klub hovatartozással rendelkező szurkolóval tudsz találkozni a Discordon, úgyhogy várunk sok szeretettel ott is. Úgyhogy ennyi lett volna a mai vlog, ahogy mondtam korábban is, győzelemmel felére döntetlen, videótól Szumkáit 0-0, a videót a harmadik körben, és reméljük, hogy ez a történet még sokáig tud íródni a nemzetköziben, ebben a szezonban jó lenne. Úgyhogy hajrá videótól, hajrá magyar foci, találkozunk a további tartalmakban is, várom benneteket sok-sok szeretettel, sziasztok!